Ünnepélyes bérmálás volt az újpesti nagytemplomban április 15-én. 29-en bérmálkoztak különböző korosztályokból, 16-tól 60 éves korig. A bérmálkozók a szentség felvételére hosszan készültek. A folyamatos katekézis mellett plébánosukkal, Horváth Zoltán atyával és kortárs segítőikkel egy hosszú hétvégés lelki gyakorlaton vettek részt Kismaroson, a ciszterci nővérek monostorában. Az ünnepi szentmisét dr. Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek celebrálta. Egyetlen ajándékról szeretnék most még valamit szólni, ez pedig az úgynevezett jámborság. Miféle jámborság az, amit a Szentlélek ajándékoz nekünk? Hát vallásosság, de milyen? A Szentlélek olyan vallásosságot ad nekünk, amely megnyitja a szívünket Jézus Krisztus és az ő tanítása felé. Képessé tesz bennünket, hogy ráfigyeljünk Jézus személyére és tanítására. Újra meg újra, nap mint nap. Mert a kereszténység nem természetvallás, nem arról van szó, hogy nézzük magunk körül az életet és a világot, és elkezdünk töprengedni, hogy mi a legbölcsebb, legkedvezőbb, legharmonikusabb életvezetés útja. Ez természetes vallás lenne, ha tetszik természet, filozófia. De a kereszténység kinyilatkoztatásra épülő vallás, és a kinyilatkoztatás teljessége maga Jézus Krisztus. Benne mondta ki Isten teljes és végső szavát az emberiség felé. Ezért hát nekünk mindig vissza kell térnünk a történelmi Jézus Krisztushoz, őt kell kérdeznünk, az ő segítségét kell kérnünk, és akkor érezhetünk magunkat keresztény. A bíboros prímás ünnepi beszédét követően szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a 15-10 éves, 10-20 éves és 4 idősebb újpesti bérmálkozónak, akiket bérmaszüleik kísértek el.